Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nem sokára kezdjük a fő ünnepünket, Szent Adalbertről. Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat mai napi kegyelmi együttléten. Biztosan tudjátok, hogy miért van rajtunk a piros színű miseruha. Szent Adalbertnek, egyházmegyénk fővédő szentjének ma van az ünnepe, ez itt a mi egyházmegyénkben, ahogy mondtam az elején, főünnep, különös kegyelmi hatással járó ünnep, éltető ünnep, erőt és kegyelmet közvetítő nagy ünnep. Szent Adalbert biztos ismeritek. Ugye ő által fogant meg Magyarországon a nyugati kereszténység, teljesen egyértelmű, a Prága érseke, vagy különböző utak után Olaszországból idejön Magyarországra, nem itt akar tartózkodni, a szerzetesi élet mélységét, a csendet keresi. Az Isten mégis arra hívja, hogy ezt az egész népet térítse meg. Megkereszteli Istvánt, megbérmálja, ő adja neki a szentségeket, és részt vesz abban a műben, aminek a következményeiképpen most itt lehetünk, és utána megy tovább Lengyelországon, túl Poroszországba, ahol végül is vértanú halált hal. Hogy ünnepén méltó módon tudjunk együtt imádkozni élő Erikáért és Ágnesért és családjáért és minden más szándéka is, önmagunk megszentelésére is, most nézzünk önmagunkba és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Istenünk, te vértanulat, Szent Adalbert püspököt szenvedése jutalmául szentjeid sorába emelted. Hadd kérünk, hogy példája nyomán mi is eljussunk az örök hazába. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, Szent Lélekkel egységben. Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Hadd magasztaljalak, Uram, Királyom, és hadd dicsérjelek, üdvözítő Istenem. Magasztalom nevedet, mivel segítőm és oltalmazóm lettél, és megóvtad testemet az enyészettől. Megoltalmaztál a gonosz nyelvtőrétől, a hazugok ajkától, és megsegítettél a támadókkal szemben. Megmentettél nagy irgalmasságod szerint, és neved dicsősége szerint az ordítozóktól, akik elnyelni készültek engem. Azok kezétől, akik életemre törtek, a sok szorongatástól, amely körülvett, a folytogató lángoktól, amelyek körülvettek engem, úgy, hogy meg nem perzselődtem a tűzben. Az alvilág ölének mélyétől, az elvetemült nyelvtől és a hazug beszédtől, a gonosz királytól és az álnok nyelvtől. Mind halálig áldom az Urat, mert életem közel járt az alvilághoz, odalent. Körülvettek engem mindenfelől, és nem volt, aki segítsen. Olyan embert kerestem, aki segít, de hiába. Megemlékeztem Uram irgalmadról, és öröktől fogva végbevitt tetteidről, mert megmented azokat, akik benned bíznak, és megszabadítod őket az ellenség kezéből. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelen zengi hajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek, és örvendezzenek. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, kiragadott minden rettegésből. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiháltott, és minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Az Úr angyala minden Isten félőt körül sáncol, és megszabadítja őt. Ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Szent Lecke, Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket. Jól tudjátok, hogy hitetek próbatétele álhatatosságot eredményez. Álhatatosságtól pedig tegye tökéletessé tetteiteket, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és így semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá. Boldog, aki a kísértést kiállja, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az örök élet koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért. Ez az Isten igéje. Istenben legyen bárunk. Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk, jeles márt és seregek magasztalnak téged el. Alle, alleluja! Az Úr legyen veletek! És az előnyeket! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, hogy engem korábban gyűlölt. A világból volnátok, szeretne a világ, mint az övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket érte a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Az én tanításomat megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. Mindezt miattan teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem mennyei atyámat. Ezek az evangélium igéi. Mi Úrunk Jézus Krisztus valami egész újat akar ma nektek itt adni, mert amivel készültem, azt megakadályozta. Nem az lesz, amit terveztem. Tudjátok, hogy végezzük a zsolozsmát, talán ti köztetek is vannak, akik végzik a zsolozsmát, és
Mai napon Isten félő Prohászka püspöknek volt egy írása Szent Adalbertet illetően. Tudjátok, székesfehérvári püspök volt. És azt akartam, abból akartam nektek felolvasni részeket, de az olvasmányos könyvet otthon hagytam. Most nem kérem, köszi, bolyan, most már adjuk át magunkat a Szentléleknek, ha már így vezet. Itt az egyik testvérünk egyből felajánlotta a lehetőséget, de én már eldöntöttem ott a széken, hogy akkor a saját szívem szerint, de aranyos vagy. Azt írtam itt a bevezető hirdetésbe, hogy Adalbert a szenvedélyek embere. Adalbert a szenvedélyek embere. Jól halljátok. És a Prohászka püspöknek az írása, utalok rá, arról szólt, hogy Adalbert hogyan győzte le minden szenvedélyét, minden érzelmét, minden hatalmát, még az életét is, és ezáltal meghalt embernek lenni, és élt benne utána az Isten. Na, ezt a mai ember meghallja, akkor már teljesen rosszul van. Igen, egy szemléletbeli változás azóta alakult bennünk. Én sejtem, hogy miről beszél ez a Prohászka püspök, és ennek az interpretációját fogjátok végre hallani. Tehát Adalbert hatalmas nagy erőtől vezérelve indul neki először azért, hogy az Isten művéért mindent megtegyen, és tudja, hogy Európában nagyon nagy esélye van most az evangéliumnak, egyébként most is. Tehát most nagyon-nagyon hív a népekhez, most nagyon-nagyon meg tudom tenni az ő akaratát, ha az ő igét hirdetem, és kiállok az ő nevével, és elmondom, hogy Máté, Márk, Lukács és János, és hirdettem az evangéliumot. Tehát ebből indul el neki. Annak ellenére, hogy a csehek, ugye Prága érseke, előbb veszik fel a kereszténységet, nagyon nem fogékony rá a szegény cseh nemzet. Sajnos ma sem, de akkor végképp nem, és az életére törnek, menekül. Rómán keresztül, ahogy meséltem, Magyarországra kerül, innen is tovább akar menni az északi népeknek a megtérítésére. Itt el mögöttem az egyik barátom, egyházközségünkben édesapa, félig lengyel, ugye a lengyelek Szent Vojtekként ismerik Adalbertet, és végül a poroszoknál hal vértanú halált. Mi itt az érdekes ebben a szenvedélyben? A szenvedélyének a központi fűtő magva az, hogy minden egyes érzelmi megnyilvánulása, öröme, haragja, lendülete, vágya, akarata a Krisztus tükrözze. És akkor már ti most már nem vagytok szenvedélyesek, hogy kimondtam ezt a mondatot, mert mi az, hogy a Krisztus tükrözze az én szenvedélyem. Azért jó most itt erről beszélni, mert szenvedélyek mindannyiótokban vannak. Akiben nincs szenvedély, az most kimehet a templomból, mert akkor nem tudja megérteni, hogy miről beszélek. Tehát a szenvedély az az, ami örömöt, felszabadult, hatalmas örömöt vált ki a szervezetedben. Erre a szervezet, ma már tudjuk, különböző hormonokkal reagál, dopamin, nem akarok itt belemenni, minden ilyesmibe. Tehát amikor így, amikor ott a tűz, értitek? És maga ez az érzés, ez hajt, ez fűt. Úgy szoktuk mondani, hogy tüzes a vére. És én most azt akarom kiemelni, hogy erre mekkora szükség van. Eddig, az eddigi prédikációkban, a húsvét kapcsán, a Krisztus megjelenése kapcsán beszéltünk arról, hogy mindig legyetek itt, és egyétek, és vegyétek. És ennek a következő lépése Adalbertnek a jelleme. A következő lépcső az Úrral való egyesülésre és szeretet egyesülésre, szent szerelemre, nem tudom, hogyan fogalmazzam már, a szenvedélyes Istenhez való fordulás. Odáig csak az egész előírások betartása és egy ilyen, mit mondjak nektek, egy ilyen téttelen valami. Mert ülhettek itt keserű szívvel a templomba. Ülhettek itt megcsömörlött szürke szívvel a templomba. Ülhettek itt csak azért, hogy elnek árkozzatok, de ezért nem érdemes. Tehát csak azért érdemes, hogyha a szívetek, lelketek, testetek egyesült ereje szenvedélyként az Úrhoz köt. Legyünk egészen konkrétak, mert mindig úgy tűnik, hogy a papa levegőben beszél, és értelmetlen fogalmakat használ.
Mi a ti szenvedélyetek? Mitől váltok? Mitől jöttök lázba? Bátran, most mindenki szemléje. Lázba jövök attól, ha meghallok egy jó muzsikát, vagy én magam zenélek. Lázba jövök attól, hogy megiszok egy üveg jó bort. Lázba jövök attól, hogy mit tudom én, csinos asszonyok vonulnak az utcán. Tehát most érezzétek át, most nem tudom ki mitől jön lázba. Ezeket lássátok, hogy ti bennetek mi ez a hajtóerő, ez az élő erő. Ezek a ti lovaitok. Ezek a ti illés szekerébe befogott mennyei erejeitek. Mindjárt mondjátok, hogy Zoli atya itt a szenvedélyeket isteníti, meg dicsőíti, és látjuk, hogy ennek mennyi rossz következménye is lehet. Igen, egyetlen esetben, ha a szenvedély betegség lesz. Tehát akkor, amikor pusztán önmagáért, a szenvedélyért vagyok benne állapotokban. Hogy én ott élvezzek. De csak azért, mert hogy élvezek. És ez az élvezet nem visz tovább valami felé, mint egy hajtóerő, mint amikor kilövik az űrrakétát, és mellette vannak ilyen nagy ilyen hajtórakéták, és tudod, nem az a lényeg, hogy most a hajtórakéta zenél, hanem hogy mit szállít, és hogy hova tart. Biztos mondtam már nektek azt a kedvenc példámat, hogy nem Adalbert, hanem Ferenc nagyon nagy lelkesedéssel, tűzzel beszél az Úrról, szintén prédikál, ő is ebbe éli ki magát, hogy az Úrnak a szeretetét mondja az embereknek, és egy örömlány oda megy hozzá, vagy pontosabban oda akar menni hozzá, hogy itt van ez a meglett kis szerzetes, majd én megmutatom neki, hogy többet tudok adni, mint a Krisztusa. Csak engedjetek be hozzá. Majd én ott teszem-veszem magamat, és meglátjuk, kit szeret jobban, a jó Istent, vagy a szép nőket. Bemegy hozzá az örömlány, és nem bír bemenni a szobájába. Nem bír bemenni a szobájába, mert látja Ferencet anyaszült messzelőn az ágyon lángolva, és fölötte a megdicsőült Krisztust tűzben. És azt mondja, hogy ez a tűz, ez a lángolás, ezt én nem bírom elviselni. Egyébként így mondja a legenda, de szerintem más van a lányban. Ezt a tüzet én soha nem tudom megadni Ferencnek. Ez van, és szakmailag háttérbe vonul. Tehát rájön, hogy na most ezek a szenvedélyeitek, amiről itt beszéltem, ezek ilyenbe tudnak titeket elvinni. Nehogy elfojtsa valaki az érzéseit, a szenvedélyeit. Jó? Akkor olyan, mint hogy Uram Istenem, én egész életem bel akartam jutni hozzád, de hát olyan unalmas és fáradt volt minden, meg a törvényeid olyan nehézkesek voltak, és olyan kiábrándítóak, és nem is értettem az egészet semmiből, és akkor ott fog szállni a mennyei atya előtt, vagy a Krisztus előtt, és azt mondja, hogy hát én lelkestül oltottam beléd erőket. Te tudtál örülni egy madárnak, egy virágnak, egy nem tudom minek, teljes átadottsággal, a szépségnek. Tudtad, mi az a jó bor, Zoli atya. Értitek? Ott volt minden, ami rám mutatott, hogy én vagyok ezeknek a teremtője, és ekkora erő rejlik ezek mögött. Tehát a mai világnak a retorikája itt kúszik el, hogy legyél szenvedélyes a szenvedélyért önmagáért. És olyan, mintha megütköz, mint a plafonba érkezünk, értitek? Tehát és nem megy tovább azért, rohadtul felspanol, és neki mész a fal tetejének, és így visszazuhant az egész. Közben az egész arra van, hogy a végtelenbe vigyen. Adalbert, ez van benne, és a Szentlecke nagyon-nagyon jó a mai napon. Ennek kapcsán. Pontosabban, bocsánat, az olvasmány. Magasztalom nevedet, te lettél segítőm, megmentettél a hazugajkaktól, segítettél nagy irgalmasságot szerint, akik a perzselő tűz itt is szerepel, hazug beszéd, mind halálig áldom az Urat, mert nem építettem arra, nem abba öltem az erőmet, amit ragasztana.
nagyon furcsát fogok most mondani, de emberekbe ne bízzatok. A saját gyerekedbe ne bízzál meg. A férjedbe ne bízzál meg. Ne keress itt támaszokat. Aki azt mondja neked, hogy én örökké veled leszek itt a földön, meg ilyenek, az hazugság. Örökké szeretni foglak. Addig fűt, visz az erő, ameddig az a jótárs, elmondom, mi a jótárs. Tehát Adalbert is addig marad nálunk is az országban. Tehát ő tovább akar menni. Ő nem azt mondja, hogy Magyarországért meghalok. Nincs ilyen mondata. Addig marad itt, míg látja, hogy el tudom juttatni azokat az embereket a szenvedélyemmel, amíg ők Istennél vannak, és onnantól kezdve együtt mennek tovább. Addig jó az Oli atya, addig jó az én szenvedélyem, itt köztetek, a ti szempontotokból, ameddig én addig tudlak titeket kísérni, hogy onnantól kezdve már Istennel jártok. Tehát aki azt szeretné, hogy én a végtelenség vele maradjak és így puszilgassam, az még mindig nem látja azt, amiről beszélek. Amiről Adalbert tanulságot tesz. Amiért ő annyira végtelenül ég. Mert akkor meg akar rekedni mondjuk nálam. Vagy meg akar rekedni a férjénél, a feleségénél, a gyerekénél, a rendtársánál, az erkölcsi szintjénél. Fölmegy a plafonig és visszazuhan. Akarjátok-e a végtelent? Én azt akarom, hogy ne is számítsatok rá, hogy megragadok köztetek. De mindent megpróbálok azért megtenni, hogy ti is a végtelenhez ragaszkodjatok. Mondta Adalbert Szent István királynak, és meghalt Poroszországba. Amen. Megjöttek közben a lengyel testvérek is, Lajos atya. Gyere! Mondok egy titkot, itt nagyon sok lengyel szokott minket nézni az interneten, és készültünk nekik egy mi atyánkkal, bár nem most van a Szent Misében a mi atyánk, de egy pár szót, ha mondasz nekik a Wojtekről, akkor. Azt is mondhatod meg így, nyugodtan, ezt türelemmel várjunk ki. Jó? To jsem známý na internet věle Poláce, když já jest děň Švěnteka Vojčeha, i dlatego po polsku tež můžeme se v té sekci mšlu. Ojče náš, któryś jest v niebie, święć się imię Twoje, przyjď królestvo Twoje. Bądź wola Twoja jako v niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Álljunk fel, és tegyük le a hitvallást is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján.
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus, apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Így imádkozzunk, testvérek, a mi Úrunkhoz, Szent Adalbert püspök és vértanú közbenjárására, hogy Krisztus egyetlen szeretete legyen örömforrásunk. Minden szenvedélyünk, vágyunk amúgy is ebbe az irányba húz. Adjuk át neki magunkat. Legyünk Krisztus szerelmének függői. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak feled, fogadd el összes elhunyt családtagjainkat Örökországodba. Kérünk téged, hallgass meg minket. Élő Erika és családja és Ági, érezze meg, értse meg Szent Adalbert titkát, az Isten szeretetnek, az Isten iránt érzett szenvedélynek a teljességét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, te elhelyeztél minket ebben a világban, hogy megtaláljuk és észrevegyük azt, hogy te mekkora szeretettel és valóságos érzelmekkel és érzésekkel vagy irántunk. Hát, hogy ne rekedjünk meg, ne elégedjünk meg önmagáért, az érzésnek a szépségéért, hanem lássuk, hogy minden rád mutat, hozzád vezet, ahol ezekben örökké részesedünk, halálunkon túl is, vértanúságunkon túl is, mai napon Szent Adalbert püspök közbenjárására legyőzhetetlen és elévülhetetlen módon Krisztus, ami Urunk által. Amen. Jézus életem erőm békén, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem erőm békén, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem, erőm békén, Jézus társam, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Kérünk téged, Istenünk, Szent Adalbert püspök, egyházmegyénk fővédőszentje, vértanú érdemeiért. Fogad jóságosan áldozati adományainkat életünkkel együtt, és add, hogy állandó oltalmat találjunk bennük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Szent Adalbert hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja érted szenvedő hívedet, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg, Urunk, feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, ebben a misében kiemelt módon Erikán, Ágin, a családján, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte. Részesei lehessünk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben,
minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen, békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadásod után így köszöntötted a tanítványokat. Békesség nektek. Ezért kérünk mi is téged, béke fejedelme. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz, és uralkodol mindörökkörökké. Amen. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. Így a telkettel. Köszöntjétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nékünk békét. Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Uram, Jézus Krisztus itt vagy az oltári szentségben, kenyérben és borban, valóságosan. Add meg, hogy sőt, lep meg, hogy felfedezzem, hogy mi ez a sok zúgás bennem, ez a sok-sok erő, vágy, amit eddig semmi nem tudott kitölteni, hogyha megpróbáltam kitölteni dolgokkal, akkor mindig ürességet hagyott maga után. Te azt mondod magadról, hogy ezeknek én vagyok a teljessége. Lep meg. Amen. Krisztus teste és vére, őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked halok, életemben, halálomban, édes Jézus.
Mindenható Atyánk, örök Isten, itt van ez a nép, a magyar nép, aki amikor letelepedett és országot alapított, akkor te szenvedélyes szenteket küldtél hozzá. Adalbertet, Gellértet. Ezek nem voltak egyszerű figurák. Meg olyan kis nyámgyilafélék. Ezeket ide jöttek a teljes tűzzel, és akarták mutatni, hogy az Isten iránti vágyuk, szenvedélyeik mekkora erővel bírnak. Pontosabban a Krisztus akarta mutatni, hogy én ekkora szeretetet tudok ébreszteni irántam az embereknek a szívében. És addig, ameddig Adalbert is Wojtek néven hercegi sarkként otthon örlődött a saját dolgaival, nem ért el semmit. De miután elindult a lovai által, a szenvedélyei által előre, amik vitték őt országokon túl, népek ezreit érnek meg. És emberek ezrei, tízezrei érzik azt át, hogy kicsoda a Krisztus, és hogy mindig is őt vágyták, és őt akarták, és ezt keresték. Ha nem állt mellettük senki, akkor egyedül csinálták. Az erdőn keresztül, pusztában, ahol éppen menni kellett, rablók között, vandálok között, ki tudja hol. Azt akarom, azt kérem, Uram, a népemnek, az egyházközségemnek, akik között nekem kell Adalberti erővel fellépni, prédikálni, mutatni, hogy te mennyire szeretsz minket. Hogy lássák ezt a Krisztust, ők is, és itt legyenek éjjel-nappal kimozdíthatatlanul, téged keresve, belőled táplálkozva, benned mindent megélve és kiélve és átélve. Mert éhes a lelkük, mert gyengék, meg kiábrándultak, és nem látják a valóságot. Adalbert püspök, hallasz-e még minket, magyarokat? Menjek országából. Gellért püspök, hallasz-e még minket? Összes szent vértanúk, akik az első üldöztetésben, vattaféle lázadásban, hallottok-e még minket, magyarokat, akik megízleltük Krisztus testét? Hozzád kiáltunk. István, hívd egybe a szenteket. Könyörögünk. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad. De ha elhal, sok termést hoz. Engesztelődjél meg népünkkel, Istenünk, vértanú Szent Adalbert püspök közbenjárására. Kérünk add, hogy egykor az örök üdvösségben elnyerjük mindazt, amit itt most a templomban Adalbert közbenjárására megünnepeltünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Boldogságos Szűz Mária és minden védő szentjeitek közbenjárására! Itt a mi templomunkban különös módon is, a Szent Háromságos Egyisten különös kegyelmi közbenjárása által, a mai nagy ünnepen az összes magyar szentek és boldogok, kiemelten Szent Adalbert püspök fő közbenjárására, áldjon, őrizzen, oltalmazzon, erősítsen, ismertesse meg veletek szenvedélyeid erdőjét a mindenható Isten, és hagyja, hogy eljussatok Krisztushoz, a Szent Háromságos Egyisten által, Atya és Fiú és Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, küldetéstek van, menjetek békében. Istennek legyen hála.
Hol Szent Péter sírba téve, és szegény magyarok.